Pósa Tamás közel 30 éves karrierje során több különböző vezetői pozícióban megfordult. Jelenleg az Automation and HMI üzletág PMT domain menedzsere. Hisz abban, hogy a szakmai sikereinket különösképp meghatározzák a tanulságos szituációk és a személyek, akik mellett dolgozunk. Akiktől tanulunk. Előadásában nem csak a jelent feszegeti, hanem a múltbéli tapasztalataiból ismeri. Amellett, hogy megemlékezik egy egykori, számára nagyon kedves mentoráról, megmutatja azt is, hogy tanulni sokféleképpen lehet. Van, amikor a módszer szokatlan, van, amikor a tanító személye váratlan, és van, amikor annyira nyomasztó a helyzet, hogy borzasztóan nehéz felismerni és befogadni a tanulságot. Fogadjátok szeretettel a színpadon Pósa Tamást! Adott egy fiatal mérnök, aki épp csak megkezdte a karrierjét a Videotonnal. És ez a fiatal mérnök, mert hát a fiatal mérnökök csak ilyenek, időnként ábrándozott nagyobb felelősségről, nagyobb hatalomról. Elképzelte például, hogy milyen izgalmas és érdekes feladatokkal foglalkozhat egy főmérnök. Aztán telt múlt az idő, és megfigyelte, hogy hoppácska, már a harmadik körlevél érkezik a főmérnök aláírásával, miszerint csótányírtás lesz az épületben. Akkor határozta el, hogy ez lesz számára az intőjel. Ha egy munkahelyen egyszer olyan pozícióba kerül, hogy már csak csótányírtással kapcsolatos leveleket ír alá, akkor ideje lesz tovább lépni. Ezt a főmérnököt Radnóti Ferencnek hívták, számomra egyébként egyszerűen csak Feri, és én körülbelül 20 évvel később találkoztam vele, amikor a Szizdata nevű Siemens lányvállalathoz felvételiztetett. Fel is vett, és további 15 évig dolgoztunk együtt szorosan, úgyhogy ő végig a vezetőm volt. Hosszú évek alatt rengeteget tanultam tőle, mert csak azt sajnálom, hogy nem figyeltem egy kicsit jobban. De valamiért mégis az ilyen adminisztratív, számomra értéket nem teremtő feladatokat egyszerűen csak csótányírtás feladatoknak nevezem. Egyébként a hosszú idő alatt junior mérnökből középvezetőt faragott belőlem, szorosan dolgoztunk együtt, egy szoros kapcsolat alakult ki közöttünk, mondhatni egy belső pártfogón volt a cégnél, és formálisan soha nem mondtuk ki, de lényegében a mentorom volt. És mit tanultam itt Radnóti Feritől? Azt, hogy csak azzal érdemes foglalkozni, arra érdemes fókuszálni, amivel értéket teremtünk. Engem Pósa Tamásnak hívnak, és ma azt fogom megmutatni nektek, hogy tanulni sokféleképpen, és szinte bárkitől lehet. Igen, még a rockstároktól is lehet tanulni. Tehetségesek valamiben, hát nem véletlenül lettek sztárok. Nem véletlenül rajong értük annyi fiatal, tinédzser, sőt felnőtt is. Nem véletlenül próbálják meg utánozni a viselkedésüket, sőt, még a ruházatukat is. És nem véletlenül próbálnak meg azonosulni a személyiségükkel, az értékrendjükkel. De biztos, hogy ők a legjobb választás? Biztos, hogy érdemes tanulni a rockstároktól? A nagy távolság miatt a személyiségüknek csak egy nagyon kicsi részét látjuk. A többit pedig idealizáljuk. De nem tudjuk, hogy mi lakozik a mélyben, és ez tévútra vihet minket. Vagy milyen alternatív lehetőségeink vannak? Nézzük meg, kik az én rockstárjaim, akiktől én tanulok. Néhány évvel ezelőtt az egyik céggyűlésen beszéltem a szokások fontosságáról és a szokások kialakításáról. Elmeséltem, hogy az akkor 16 éves fiam megtanult japánul. Mint mindenki más, vagy nagyon sokan mások, ő is a Duolingo nevű alkalmazással kezdte tanulni a japán szavakat. Az elmondása szerint ez nem használt sokat, de legalább hál' Istennek nem is okozott javíthatatlan károkat. Úgyhogy a következő lépés akkor jött el, amikor a YouTube-on talált egy japán nyelvecke sorozatot. Ez nagyon megtetszett neki, úgyhogy jól végig is nézte az elejétől a végéig. Nem kell nagyon sokra gondolni, ilyen 100-150 félórás epizódból állt. De a vége felé tartott, amikor rájött, hogy egy saját erőből nem fog tudni tovább haladni, és akkor az internet segítségével keresett egy japán nyelvtanárt. Ő volt Misa, a japán nő, aki egyébként Japánban élt, úgyhogy a nyelvóráknál még az időzónát is át kellett, hogy időzónának különbségét is figyelembe kellett venni, át kellett hidalni. És mindezzel párhuzamosan az Anki nevű alkalmazásra szorgalmasan tanulta a japán írást, a kanjikat, a hiraganát és a katakanát. És végül a szorgalmának, kialakított szokásainak, belső motivációjának köszönhetően
letette a felsőfokú japán nyelvvizsgát. Fiam példájából én is inspirálódtam. Én személy szerint például a futás mellé hallgatok ugye online vezetéssel kapcsolatos podcastokat, illetve menedzsmenttel kapcsolatos hangos könyveket. Sőt, képzeljétek el, van egy új hobbim is, a vasalás. És rájöttem, hogy vasalás mellé tökéletesen lehet online tréningeket hallgatni, és megsúgom, hogy a sales tréningeket is így hallgattam meg januárban. Ezen kívül az egyik fiatalabb kolléga inspirálására, hatására megtanultam 10 ujjal gépelni egy internetes alkalmazás segítségével, mert hogy szerintem ez állati menő. És mit tanultam a fiamtól? Elsősorban egy új megközelítést, és persze azt, hogy hogyan érdemes magunkat képezni az internet világában. Tudjátok ti, hogy milyen úgy dolgozni, hogy az ötleteiteket nem veszik figyelembe. Cserében megpróbálnak a lehető legjobban bekorlátozni titeket, és még anyagilag sem ismerik el a munkátokat rendesen. Szerencsére ezt első kézből vagy saját bőrömen én sem tapasztaltam, de nyertem egy elég jó betekintést a feleségem által. A feleségem német és énekszakos tanárnő, és sok-sok évet dolgozott a közoktatásban. Először egy általános iskolában helyezkedett el, itt németet és éneket tanított, majd egy rövid kitérő után, és a gyes után egy német tagozatos gimnáziumban kezdett el dolgozni. Különböző összetételi osztályokat tanított, voltak sportolói osztályok, higgyétek el nekem, hogy egy sportolónak második nyelvként németet tanítani, hát ez bőven kimeríti a kihívás fogalmát. Voltak általános gimnáziumi osztályok is, velük azért már elég jól együtt lehetett dolgozni, és volt a Haba tortán, sőt a cseresznye a hab tetején a német tagozatos osztályok. A feleségem a munkájának ezt a részét egyszerűen imádta. A 8. évben is minden egyes órára egyenként felkészült. 6 órás szerződése volt, én állítom, hogy bőven többet dolgozott hetente 40 óránál. Aztán valami mégis elromlott. Közoktatásban borzasztóan rossz hangulat uralkodott. Erről szerintem ti is hallottatok. Ráadásul mostanában egyre kevesebb diák akar németül tanulni, és végül a gimnáziumban megszűnt a német tagozat. Ezt a vezetőség a tanároknak rótta fel, ez borzasztóan rosszul esett a feleségemnek, hiszen ő szívvel léglekkel dolgozott. És a várva várt bérrendezésre akart megérkezni. Végül valami eltört ott legbelül. A feleségem elhatározta, hogy karriert vált. Ami ezután történt, azt elég jól leírja az, amit Radnóti Feri egyszer nekem mondott, az embernek bizony szerencséjének is kell lenni. És képzeljétek el, a szerencse az egy sörözésen ért utol minket. Volt kollégákkal találkoztunk, ez ilyen nosztalgia sörözés volt, beszélgettünk, felidéztük a régi történeteket, jól éreztük magunkat. Mert búcsúzkodtunk, amikor a feleségem így, csak így mellékesen oda vetette, hogy ja, egyébként karrierváltáson gondolkodom. Erre mindenki nagyon felélénkült. Igen, tényleg? Gyere hozzánk dolgozni. Mi keresünk németül beszélő kollégákat. Ez nem baj, ha nem tudsz tesztelni, azt majd megtanítjuk neked. De az se baj, ha nincs informatikai végzettséged. Most képzeld el, hogy még egy lelkész is dolgozik a csapatunkban. Innen kezdve nagyon felgyorsultak az események. Ez május végén volt. Június végén a feleségem letette a tesztelői alapvizsgát, azért valami minimális tudás az mégis kellett. 2 héttel később kétszer interjúzott a horvátországi nyaralásunkról. Augusztus elején már a német megbízóval beszélgetett, és szeptember elején belépett az új munkahelyére, tesztelőként. De miért hagyta el a feleségem azt a hivatást, amit ő annyira szeretett? Az okok egy részéről már beszéltem, de nem ezek voltak a legfontosabbak. A legerősebb motiváció az volt, hogy ezáltal valami teljesen újat tanulhatott, valami teljesen újba kezdhetett, amitől egy színesebb személyiség, egy értékesebb ember lesz belőle. Nagyon büszke voltam a feleségemre, hogy megtervezte és véghez vitte ezt a karrierváltást. Gyanítom, hogy nekem nem lett volna bátorságom hozzá. És mit tanultam a feleségemtől? Azt, hogy soha sincs késő valami teljesen újat tanulni, valami teljesen újba vágni. Néhány évvel ezelőtt mentoráltam kedves Gergőt, aki akkor Scrum Master volt, de Team Manager szeretett volna lenni. Spoiler, azóta már team manager lett. Egyszer arról beszélgettünk, hogy
ha van egy nagyon bonyolult, komplex, nehéz feladat, akkor mi a legjobb megközelítés, hogyan oldjuk ezt meg? Azt javasoltam, hogy kipróbált, megbízható, nagy tudású emberekből rakjunk össze egy új csapatot, és az lesz a siker garanciája, hogy itt kipróbált, megbízható és nagy tudású emberek dolgoznak ezen a nehéz feladaton. Gergő ezzel szemben azt mondta, hogy ezt a nehéz feladatot adjuk oda egy jól működő, jól összeszokott agilis csapatnak. Ugyanez a csapat vegyes összetételű lesz, tehát vannak szeniorok, meg vannak kevésbé tapasztalt kollégák, de akkor is ez a csapat nagyon jó abban, hogy ezt a bonyolult feladatot ilyen kisebb részegységekre bontsa, egyszerű feladatokra, majd ezeket prioritás szerint nagyon gyorsan végre tudják hajtani. Sokat vitatkoztunk, és végül nagy nehezen Gergő meggyőzött engem. Mondjuk ebbe segített az is, hogy nagyjából ugyanebben az időben az egyik ügyfelünk egy hasonló koncepciót vázolt fel nekem. Annyira jól sikerült ez a meggyőzés, hogy tulajdonképpen ez a gondolat lett az akkori doménem, az MPS domén stratégiájának az alapja. Sőt, a kell egy csapat mottót is ebből vezettük le. Ez egy elég jó döntésnek bizonyult, mert sok kolléga tudott azonosulni azzal a gondolattal, hogy a stratégia középpontjában a csapatok lesznek, és hogy mi folyamatosan dolgozunk a csapatok fejlesztésén és a csapatok erősítésén. Ez annyira jól működött, hogy most azt tervezem, hogy ezt a koncepciót átemelem az új doménem a PMT domén stratégiájába is. A mentorálás során két szerepkört szoktunk megkülönböztetni, ezt gondolom tudjátok, van a mentor, van a mentorált, na én ezt egyáltalán nem szeretem. Ha igazán jól csináljuk, akkor itt egy mentor-mentor viszonyról van szó. Azért, mert a folyamatból, egy folyamat során a mentor is rengeteget tanul. Legalábbis én rengeteget tanultam Gergőtől, aki az agilitás nagymestere. És mit tanultam még Gergőtől? Azt, hogy bizony néha a tanítvány a mester. Közel 20 éve dolgozom középvezetőként, és ez idő alatt engem rengeteget vizsgálgattak. Konkrétan különböző személyiségteszteknek vetettek alá. Ilyen volt a DISC, ilyen volt a StrengthScope, és ilyen volt a ProfileXT is. Ebből az utóbbiból tudtam meg, hogy egyebek mellett én megfeledési kényszeres maximalista is vagyok. Ez azokra jellemző, akiknek magas a szabálykövetése, és magas az alkalmazkodása. Bennem mind a kettő jó magas. És képzeljétek el, milyen az, amikor egy ilyen megfeledési kényszeres maximalista, mint én vagyok, találkozik egy ilyen átlagos, vagy nevezzük mezei maximalistának, akinek meg képtelenség megfelelni, mert hogy olyan baromi magasan van az a léc. Elárulhatom nektek, ez egy borzasztó dolog, szörnyű érzés, olyan, mint Supermannek a kriptonit. Az én egyik kriptonitemet Jenőnek hívták. Még az előző munkahelyemen történt, és Jenő az ügyféloldali kapcsolattartó volt az első telekomos projektünknél. Jenő egy maximalista, volt olyan mezei fajta. Első projekt volt, nevezhetném jégtörő projektnek, nem volt nagyon fontos, meg nem volt nagy a tét, végül is csak az múlott a sikerén, hogy kapunk-e majd még később megrendelést a Telekomtól. Úgyhogy borzasztóan meg akartam felelni Jenőnek. Küzdöttem nagyon, nagyon igyekeztem, néha sikerült, többnyire nem. És mégis szerencsénk volt, végül a Telekom átvette a rendszert. Átestem ezen a 2,5-3 hónapon, és végre túl vagyok rajta. Ekkor jött a Bibi. Kiderült, hogy a Telekom nem csak a rendszert vette meg, hanem a hozzátartozó üzemeltetést is. Most ez rám nézve azt jelentette volna, hogy innen kezdve 2-3 napot hetente Jenő mellett kellett dolgoznom, vagy hát kellett volna. Hát erről szó se lehetett. Radnóti Feri szerint, aki a főnökön volt akkor, nagyon magamba roskadva ültem, hogy hát rettenetesen magamba roskadva ültem az autóban, amikor erről a megbeszélésről mentünk vissza az irodába, ahol ez kiderült. Végül is szerencsém volt, Feri megszervezte, hogy ne nekem kelljen kimenni üzemeltetni Jenő mellé. Mai napig hálás vagyok ezért. De nem is ez a lényeg a történetből. Mert erre az előadásra készültem, amikor rájöttem, hogy miért is volt Jenő ennyire maximalista. Jenő egy nagyon gondos ember volt, és ő nagyon nagy odafigyeléssel egy tökéletesen megbízható rendszert épített fel, és egy tökéletes csapatot, aki ezt a rendszert üzemeltette. Nem akarta ő, hogy ez bármiféle jött-ment beszállító veszélyeztesse, ezért volt annyira nagyon magasan a léc. És mit tanultam Jenőtől? Azt, hogy ilyen nagy odafigyeléssel, nagy gondossággal egy tökéletes rendszert és egy tökéletes csapatot is fel tudunk építeni. A 2003-ban alapította meg a SysData a szegedi telephelyét.
több vidéki város is versenyben volt, persze a kollégák igyekeztek lobbizni a saját kedvenc városukért. Gyanítom, hogy nagyon nagy volt az öröm a Szeged lobby csoportban, amikor végül is kiderült, hogy az ő kedvenc városukra esett a választás. Sokan leköltöztek ekkor Szegedre, hogy onnan folytassák a karrierjüket, és néhányan még a mi projektünkről is. Sajnos nem jött be mindenkinek ez a váltás. Volt egy srác a projektünkön, akinek a felesége egyáltalán nem érezte jól magát Szegeden. Emiatt konfliktusba kerültek, konfliktus pedig rányomta a bélyegét a srác teljesítményére. Ez azt jelenti, hogy rányomta a bélyegét, hogy jó ideig semmi nem értelmes nem jött ki a keze közül. Ideig vártunk türelmesen, nem nagyon sokáig, mert fiatalok voltunk és türelmetlenek. Megkerestük Radnóti Ferit, hogy nem kellene valamit tenni itt. Hogy nem bepanaszolni akartuk a srácot, csak egyszerűen nem volt jó ez a helyzet, és szerettük volna, hogy változzon meg, és minden térjen vissza a régi kerékvágásba. Meglepő módon Radnóti Feri tisztában volt a helyzettel, ugye ő volt a közös főnökünk, de türelemre intett minket. Azt mondta, hogy mindenkinek az életében eljöhet egy nehéz helyzet, és ekkor nekünk a környezetünknek a feladatunk az, hogy adjunk időt és teret a kollégának, hogy rendbe hozza a dolgait. Legyünk türelmesek. Hittük is meg nem is, amit mondott. Fiatalok voltunk türelmetlenek, mint ahogy mondtam. De hát azért igyekeztünk várni. Jó sokáig tartott. De végül is igaza lett. 3 hónap múlt el, de utána szinte egy csapásra a kolléga visszakerült a régi szintre. Munkája olyan volt, mint előtte. Csak később tudtuk meg, hogy sajnos ez azzal járt, hogy ő külön költözött a feleségétől. És végül úgy tudom, hogy el is váltak. Ez a történet engem nagyon megérintett, mélyen elraktároztam magamba. Sőt, beépítettem a saját vezetői eszköztáramba is. Szerencsére az én kollégáim között azért ennyire súlyos helyzet, ennyire nagy visszaesés nem fordult elő, de én mindig előveszem ezt a történetet, hogyha valakinek a környezetemben átmenetileg visszaesik a teljesítménye. És mit tanultam itt Radnóti Feritől? Azt, hogyha valaki nehéz helyzetbe kerül, akkor adjuk meg neki az időt és teret, hogy rendbe tudja szedni a dolgait. Közel 30 éves karrierem során sok kollégával közeli kapcsolatba kerültem. Néhányukkal még szinte baráti kapcsolatot ápolunk. Ilyen Komlós Peti is, azaz Komi, aki még az előző munkahelyemen az egyik első telekomos projektemen kezdett gyakornokként. Aztán velünk maradt mérnökként is, sokáig, hosszú évekig dolgozott a magyar piacra szánt projektjeinken. Utána, amikor itt szűkültek a lehetőségek, akkor egyszerűen váltott a nemzetközi projektekre, a nemzetközi témákra. Jobban voltunk, így Komi meghívott engem egy-egy személyesebb jellegű eseményre is. Ilyen volt például az akkori barátnőjének a győri vizsgakoncertje. Nagy örömmel tettünk eleget a meghívásnak. A feleségemnél volt egy szakmai kapcsolódás, és emlékeztek, hogy ő német és énekszakos tanárnő. Én meg csak egyszerűen örültem a randi hétvégének, amit végre a gyerekek nélkül tölthettünk el. El is utaztunk Győrbe, meghallgattuk a koncertet, egy gyönyörű darab volt, tökéletesen előadva. És este elmentünk az állófogadásra. Itt a többi vendéghez nem nagyon tudtunk kapcsolódni, főleg barátok voltak, meg rokonok, nem ismertük őket. De jól éreztük magunkat, mert Komi gondoskodott rólunk, időről időre odajött hozzánk és beszélgetett velünk. Egyik alkalommal nem egyedül érkezett, hanem egy idősebb úriembert is magához hozott, vagy magával hozott. Kiderült, hogy ő Komi édesapja. Bemutatkozott, hosszasan szorongatta a kezemet, mélyen a szemembe nézett, és egyszerűen csak azt mondta, hogy én nagyon hálás vagyok neked azért, sok-sok jóért, amit a fiamért, Komiért tettél. Ez nagyon jól esett, de borzasztóan zavarba jöttem tőle. Én nem éreztem úgy, hogy annyi jót tettem volna Komiért. Persze adtam neki lehetőségeket, de hogy ezzel mit kezdett, hát az csak rajta múlt. És ő rendre bizonyított. Csak mostanában jutott eszembe, hogy lehet, hogy Komi számára én is valamiféle mentorszerepben voltam, de milyen Radnóti Feri volt nekem. Hát ha tényleg így volt, akkor remélem, hogy ő jobban figyelt, mint én annó, és hogy többet megjegyzett, meg beépített azokból a tanításokból, amit igyekeztem megosztani vele. És mit tanultam Komi esetéből? Azt, hogy bizony nagyon könnyen a tanító szerepébe kerülhetünk.
Vagy ahogy Radnóti Feri megfejtette egy pár nappal ezelőtt, a legjobb, ha az ember odafigyel arra, hogy mit mond, mert nem tudhatja, hogy ezt később, mikor és milyen formában kapja vissza. Mint például a csótányírtásos történetet most tőlem. Kapros Gábor belső coach az Evosoftnál, és én nagyon nagyra tartom őt. Gábor a folyamatos fejlődés, folyamatos tanulás elkötelezett híve. Ő szokta mondogatni, hogy minden egyes szituációban ott van a tanulás lehetősége. Visszagondolva a hosszú időre, amit Radnóti Feri mellett eltöltöttem, sajnálom, hogy nem figyeltem jobban. Nem vontam le a tanulságokat ott helyben akkor. De mi akadályoz meg minket ebben? Szerintem ennek több oka is lehet. Az egyik, hogy borzasztóan felgyorsult az életünk. A környezetünk folyamatosan információkkal bombáz minket. És ebből az információ dömpingből nagyon nehéz levonni a tanulságot, kiszűrni a lényeget. Ráadásul ez munkát jelent számunkra, ami megfáradtsággal jár. Lusták vagyunk, megpróbáljuk elkerülni ezt a fáradtságot. Nehéz helyzetekből tanulni, meg érzelmileg is megterhelő. És én úgy gondolom, hogy az oktatási rendszerünk se jó irányba terel minket. Ennek ellenére sosincs késő tenni egy lépést a jó irányba. Én nemrég, egy pár héttel ezelőtt egy kísérletbe kezdtem. Elkezdtem vezetni egy úgynevezett tanulási naplót, azaz Learning Journal-t. Én általában sokat jegyzetelek, de ez a tanulási napló, ez egy kitüntetett oldal az én OneNote-omban. És ide csak a legfontosabb dolgok kerülnek be. Tudok is mondani egy-két példát. Például, hogyha pár napig többen dolgozunk egy feladaton, akkor azt már egyből érdemes projektszerűen csinálni. Az elején legyen egy kick-off meeting, ahol mindenki ott van. Legyenek emlékeztetők, legyen sok kommunikáció menet közben, egy módon rá még egy retro is legyen a végén. Hogy ott van a másik, amit egy pár nappal ezelőtt írtam be. Soha többet ne jelentkezz az Evosummitra. Na jó, ezek után ezt lehet, hogy ki fogom törölni, majd még meglátom. És ezt a tanulási naplót én rendszeresen átnézem azért, hogy az ott lévő információkat, amik a legfontosabbak számomra, azt jól el tudjam mélyíteni, és hogy be tudjam építeni a napi gyakorlatomba. Az első tapasztalataim nagyon jók vele, úgyhogy fontoljátok meg ti is, hogy tegyetek egy próbát vele. Ha odafigyelünk, akkor sokféleképpen és szinte bárkitől lehet tanulni. Komi esetéből azt tanultam, hogy nagyon könnyen a tanító szerepébe kerülhetünk. Jenőtől azt lestem el, hogy gondossággal, nagy odafigyeléssel, tökéletes rendszert, tökéletes csapatot építhetünk fel. Gergőtől azt tanultam, hogy néha bizony a tanítvány a mester. Feleségemtől azt, hogy sohasem késő valami újba vágni, valami teljesen újat kezdeni, újat tanulni. A fiamtól egy újfajta megközelítést lestem el, és azt, hogy hogyan képezzem magam az internet világában. Radnóti Feritől rengeteget tanultam, de a legfontosabbak talán a vezetői értékteremtés és az emberség. Ők az én igazi rockstárjaim. A feleségem, a gyermekeim, a szüleim. Az én igazi rockstárjaim, a mentoraim, a kollégáim, a környezetem. Én tőlük tanulok. Kik a te igazi rockstárjaid? Minden rockstárnak kijár a taps a színpadon. Remélem, te is meg tudtál benne fürdőzni. Akkor nézek is a közönségre, hogy van-e kérdésetek Tamás előadásához. Ha még nincs, akkor egy első kérdés. Tartod-e még a kapcsolatot Radnóti Ferivel? Igen. 2010-ben ment nyugdíjba, viszont az előző munkahelyemen együtt építettünk fel egy elég nagy helyi üzletet, amit itt-ott meg is hivatkoztam, és én 2007-től évente tartottam egy összejövetelt azoknak a kollégáknak ilyen házi grillpartit, akik részt vettek ebbe a helyi üzletbe, és oda még nagyon sok évig meghívtam a Radnóti Ferit is, és ő el is jött, lényegében minden kolléga. Eljött, tulajdonképpen ezt még akkor is tartottam, amikor már Evosoftnál dolgoztam, és ez egy nagyon, nagyon jó ilyen újra egyesülés, beszélgetés, tapasztalatcsere volt.
És tudja, hogy szerepelt az előadásodban? Igen, azt nem tudom, hogy meg tudta-e nézni, most ő sincs egy könnyű helyzetben, de elküldtem neki a linket. Egyébként sokkal több történetet összegyűjtöttem itt azzal kapcsolatban, amit a tényleg itt 15 év alatt együtt megéltünk, és voltak nehezebb, meg bonyolultabb szituációk, és hát azzal kapcsolatban mondta, hogy tudod mit, az én karrieremnek már mindegy, mondd el ezt is, de az én karrieremet már nem fogod terékba törni, úgyhogy, de végül is az nem került bele, ez majd egy következő jó számít előadásnak. Nézem, egyelőre nincs kérdés, nem lendülnek a kezek, akkor folytatom a gyomrozásodat. De amikor te kerülsz mentor szerepbe, akkor mi az első dolog, ami átfut az agyadon, hogy mit szeretnél átadni? Tudom, mentor-mentor kapcsolatról beszéltél, de hogyan készülsz erre? Tehát ugye azzal kezdünk, hogy egy ilyen ismerkedő beszélgetés után alapvetően először arról beszélgetünk, hogy mik a céljai a kollégának, és utána ez alapján építjük fel a folyamatot. Na most visszagondolunk itt a kedves Gergő esetére, akkor ugye nyilván tudtuk, hogy ő megbeszéltük, hogy a team manager szeretne lenni, és nekem van egy régóta dédelgetett gyűjteményem, azokról a feladatokról, az ilyen négy nagy csoportba vannak gyűjtve a középvezető team manager feladatairól, ami az emberek kezelése, ügyfélmenedzsment, adminisztratív feladatok, belső szervezetfejlesztés, és tulajdonképpen ennek mentén így kategóriánként végigment. Most ezt azért akartam elmondani mindenképp, mert a Gergő nagyon jó fej volt és jegyzetelt, és azt a jegyzetet megosztotta velem, amit írt, ami nekem egy ilyen kis ilyen tankönyvként szolgál, most azóta van másik srác, akit szintén mentorálok, és amikor így készülünk egy-egy témakör, akkor előveszem Gergő jegyzeteit, hogy na, 5 évvel ezelőtt milyen okosságokat mondtam ezzel a kapcsolatban, ezzel a témával kapcsolatban, és néha még akkor így is találok újakat, lehet, hogy ezeket is be kéne írnom a tanulási naplomba, hogyha annyira fontosak. Amúgy itt naplónapot tartunk, mert volt érzelmi napló, most én hoztam nektek egy tanulási naplót is. Rendben, továbbra is nézelődök, hogy valakiben maradt a kérdés, de úgy látom, hogy nem, és szerintem online sem, úgyhogy azt tudnám mondani, hogy akinek van kérdése, Tamás az nyugodtan tegye majd föl, akár itt a networking részen, vagy bárhol, de addig is egy óriási tapsal köszönjük meg Tamásnak az előadását. Köszönöm.